Dr. Darabosnyi Timirma Katalina teljes nevem, és a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán vagyok mestertanár, a fizioterápiai tanszéken dolgozom. A Semmelweis Ignác egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, és még abban az évben felvételt nyertem a Magyar Alisz Gyógytornász képzőbe. Nagyon szép elnevezés, hiszen Magyar Alisz volt Magyarországon az a mozdulatművész, akinek köszönhetjük, hogy van gyógytorna. És amikor végeztem, akkor egyedül dolgoztam egy szakorvosi rendelőben, ahonnan nagyon hamar elmentem egy olyan intézménybe, amit akkor úgy hívtak, hogy Országos Baleseti Intézet, és hosszú évekig ott dolgoztam, és nagyon nehéz volt, de nagyon szerettem. Egyed Béla tanár úr, traumatológus, főorvos, meghatározó ember volt, nagyon sok gyógytornász életében, ő volt a főnököm. Aztán az Orfiban is dolgoztam, Csermely tanár úrnál, aki szintén egy olyan reumatológus, akit biztos, hogy az egész ország ismer, irodalmi tevékenysége révén is, és meghívtak tanítani az egészségügyi főiskolára. Hát azóta ott dolgozom, úgyhogy ez egy hosszú-hosszú, több évtizedes munka már, ezt is nagyon szeretem. Most már 40 évet töltöttem el a pályán, és hát a mai jogszabályok szerint visszavonulhatnék, de egyelőre úgy érzem, hogy szívesen maradnék még a diákok között. Az iskolában töltött idő alatt is, és a kórházakban töltött időszak alatt is nagyon szívesen foglalkoztam a gerinccel, mint olyannal, a gerinc sérülésekkel, a gerinc problémákkal, a testtartás javításával, és aztán az a megtiszteltetésért, hogy részt vehettem 1995-től kezdődően a Gerincgyógyászati Társaság, illetve a Magyar Gyógytornászok Társasága felkérésére egy olyan programban, ami a kopásos gerincbetegségek megelőzését tűzte ki céljául, és kolléganőimmel, Galgi Zsuzsával, Festhammer Anikóval, Steinhaus Viktóriával együtt nekifogtunk, és kidolgoztunk egy olyan tananyagot a testnevelő pedagógusok számára, meg az érdeklődő gyógytornász kollégák számára is, ami a mai napig élő program, és azt gondolom, hogy hasznos dolog, hasznos tevékenység mindenki számára, aki ezt megszereti. És hát a másik területet is az élet hozta a Baleseti Intézetben, az elektroterápia, elektrodiagnosztika egységének a szívügyi szint kezelése. Tehát a tudománynak az a része, ami a gyógytornászok számára adott, és hát azt gondolom, hogy ennek az életemnek egy fő célja, hogy ezt nagyon könnyen érthetővé és használhatóvá tegyem a kollégák számára. A főiskolai diplomám szerint gyógytornász vagyok, ezen kívül az egyetemi diplomám szerint humán kineziológus, és hát a foglalkozásom pillanatnyilag mestertanár. Ugye hosszú út vezetett eddig, mert először voltam tanársegéd, aztán főiskolai adjunktus, és aztán napjainkban már jó pár éve mestertanárként dolgozom a egészségtudományi karon, és hát a tervek azok mindig vannak, de van az élet, ami aztán a terveknek megfelelően valamilyen módon mindig segít abban, hogy megvalósuljon. Például egy nagyon nagy dolog történt, a főiskolai képzés mellett létrejött az egyetemi képzése a gyógytornászoknak, úgyhogy ebben is én azt gondolom, hogy nagyon nagy lelkesedéssel részt veszek, ami tőlem telik, megpróbálom megtenni a kollégák és a tanítványok érdekében. Írtam egy tankönyvet egy kolléganőm, Melóber Ágnessel, akinek nagyon köszönöm, hogy együtt dolgozhatunk, és ennek a tankönyvnek van egy második része, ami már nagy részt elkészült, de még hiányzik belőle jó pár sor, és hát ezt még szeretném befejezni, ez a legfőbb célom.
Hát az oktatással kapcsolatban az az ambivalencia áll fenn, hogy amikor én gyógytornász hallgató lettem, akkor kismértékben diák voltam, és nagymértékben már a gyógytornász, aki majd kilép és betegeket fog kezelni. Ezt sugallták a tanáraim, és ebben a nagyon jó érzésben tartottak bennünket a képzés során. Én azt gondoltam, hogy ezt manapság is meg lehet valósítani, és nagyon jól látom, hogy a mai diákok 100%-ig diákok, és valahol úgy tűnik, hogy a távoli jövőben szakemberek, és én azt szeretném, hogyha attól a perctől kezdve érezhetnék ezt a szakemberi jó érzést, amikor velem kapcsolatba kerülnek. Én szeretnék emellett kitartani. Hogy mit tartok sikernek? Nagyon, nagyon sok olyan dolog van, amit sikerként élek meg, amiről lehet, hogy más azt mondja, hogy hát az nem olyan fontos dolog. Hát erre nem mondja senki, hogy nem fontos dolog, az a betegek gyógyulása. Tehát számomra a szakmai pályám során az volt a legnagyobb siker, hogyha valakinek megmozdult az addig nem mozgó ujja, járni tudott, sántítás nélkül tudott járni, fel tudott kelni az ágyból, ez valami önelementális sikerérzés, hogy ez csak azt tudja, aki gyógytornász. Ennek nagyon tudunk örülni, semmi más nem számít, a körülmények sem, semmi, csak ez a lehetőség, amit főleg a gondolataink és a tapasztalatunk és a továbbképzésben tanultak során összeáll bennünk egy olyan információs anyag, amivel el tudjuk érni ezeket a sikereket. Tehát, hogy mi minden pillanatban sikeresnek érezhetjük magunkat emiatt. Aztán nagyon lehet attól szenvedni, hogy tényleg milyenek a körülmények, és pontosan a betegek gyógyítása érdekében, a jobb oktatás érdekében én a magam részéről a körülményeket is állandóan fejleszteni, javítani szerettem. A legjobb eszközök, a legjobb gépek az elektrodiagnosztikához és terápiához, a legjobb segédeszközök a betegkezelésben, amelyek elérhetők, ez mindig nagyon érdekelt. Siker az a tanításban, hogyha figyelnek rám. Ez a legnagyobb siker, ha beszélgetnek egymással, és kinéznek az ablakon, és alszanak, és esznek, hát teljesen kétségbe tudok esni, hogy valamit én nagyon nem jól csinálok, és hogy érdemes ezt folytatni. És akkor mindig újból és újból azon gondolkodom, hogy hogy lehetnék jobb, hogy lehetne, hogy érjem el azt, hogy figyelni tudjanak rám a diákok. Tehát ez a siker, ha jól vizsgáznak, ha szívesen jönnek az órára, ha amikor a ballagás van, meg a bankett van, akkor emlegetik azokat a mondásaimat, amit ha elfáradtak a tanulásba, akkor egymásnak elmondták és jókat röhögtek rajta. Tehát számomra ez a siker a munkámban. A tagságokról azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen vagyok tagja olyan társaságoknak, amelyek olyan célokat tűznek ki, amelyekkel szívesen azonosulok, gondolom, de mindenki így van, tehát a rehabilitációs társaság, a traumatológusok társasága, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság, mint orvostársaságok szívesen látják tagjukként a gyógytornászokat is, és mi is nagyon szívesen vagyunk ott tagok, van a magyar gyógytornászoknak és fizioterapeutáknak, ez ugyanaz, csak külföldön már fizioterapeuta, Magyarországon is, és aztán egyszer csak lesz a PER, nem a PER-ek, hanem a gyógytornász, az egyenlő a fizioterapeutával. Szóval van egy saját társaságunk, amely rengeteg mindent akar, és hát ezzel is nagyon egyetértek, hogy akarjunk és tegyünk a saját szakmánkért. Ezen kívül azt tudnám mondani, hogy mindezek érdekében, amit lehetett, azt papírra vetettem, filmre vettem, a saját tapasztalataimat, a saját oktatásom anyagait, úgyhogy így születtek tankönyvrészletek, tankönyv, oktatófilmek, a gerincgyógyászati program tankönyve és oktatófilmjei, a traumatológia tankönyv, és hát a
azok a tananyagot, amelyeket manapság diaképeken, ugye PPT-nek hívjuk, rengeteg ilyen oldalt készítettem annak érdekében, hogy a diákokban megmaradjon, ami elhangzott, mint tudjuk, annak a felét azonnal, a további százalékot később felejtjük el. De azt gondolom, ha elő lehet venni, és amikor egy beteget kezel, ebbe belenézhet, akkor már talán nem hiába voltam ezen a pályán. Hát a családomra nagyon büszke vagyok. Meghatározó az ember életébe, az a muníció, amit a szüleitől kap, és nagyon szorgalmas anyukám, apukám van. Hát mindig van, mindegy, idézőjelben mindegy, mert szóval én úgy érzem, apukám már rég meghalt, de teljesen, tökéletesen velem van az, amit tőle kaptam. Édesanyám él, egy nagyszerű asszony, a szorgalma és a józan ítélő képessége az nagy példa számomra. Van egy húgom, aki tanár és kiváló ember, és neki is van családja, és őket is nagyon szeretem, unokaöcsém meghatározó ember az életemben. És hát a közvetlen saját családom azt tudom mondani, hogy a legfontosabb emberek a férjem, aki dr. Drágos Péter, egyetemi agyunktus mérnök, a Műszaki Egyetemen kiváló tanára, és hát mindenben támaszom, és hát van egy fiunk, a Darabos Gergely, ő társas táncpedagógus, Berlinben él, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ő a legjobb tanár közülünk, ez nagy meggyőződésünk, és ez nagyon jó érzés, hogy ezt elmondhatjuk róla, és magunkról, hogy ilyen fiunk van. Hobbim az többféle van, a legnagyobb szenvedélyem az a mozgás lenne, ha lenne rá időm, de hát a tanítás az rengeteg számítógép előtt való ülő munkával jár, de én egyébként egy fitness klub tagja vagyok, állandóan befizetem a tagdíjat, de hogy oda eljussak, az mindig kérdés, és hát nagyon szeretek minden művészi mozgást, rendkívül nagy dolognak tartom a jogát, és nagy lehetőségnek mindenki számára a betegségek gyógyulásából és az egészségfenntartása céljából. Művészi tornász voltam, amit ma is gyakorolnék, ha nem fájna a térdem. Táncolni, akkor is táncolok, ha fáj. Társas táncra járunk 10 éve tánciskolába a férjemmel, minden héten is, és nem hagynánk el. És hát az éneklés pár éve a hobbim, és hát van egy nagyszerű énektanárom, volt korábban Fekete Kis Sándor, most Hór Péterhez járok. Mindenkinek csak ajánlani tudom őket, mint mestereket az éneklés imádatába. Tehát, hogy nem baj, ha van hallásod, van hangod, vagy nincs hangod, ha énekelni szeretnél és az éneklés élményét megtapasztalni, az nagyszerű dolog. És nagyon sokat segít abban, hogy elhiggye az ember, hogyha egy hangot képes vagyok képezni, ami nem könnyű dolog, akkor mindenféle akadályt át tudok ugrani. Nekem ezt adják ezek a hobbik.